Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hidegfront. Megterhelő a nagymértékű hőmérséklet ingadozás. Sajtótájékoztató. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Szekszárdon. 15. Tolnai Versmondó Fesztivál. Nehéz dolga volt a zsűrinek. Ördögcsúcs. Illusztrációs pályázat német nyelven. Az elmúlt hetekben szinte már nyár volt, sorra dőltek meg a meleg rekordok. Vasárnap és hétfőn még rövid nadrágban és inkben, könnyű szoknyában jártunk-keltünk, hogy aztán kedre előkerüljenek a nagy kabátok. Szekszárdiakat kérdeztünk, ők hogyan birkoznak meg a helyzettel. Április 14-én különféle mérések szerint 10-14 fokkal volt melegebb, mint átlagosan ezen a napon szokott, több helyütt 30 fokot mértek, hogy aztán kedre mindez egy csettintésre a múlt martalékába váljon, és beköszöntsön a hűs, szeles és esős időjárás. Nagyon-nagyon rosszul van, ez nagyon megvisel. Hát 86 éves vagyok, és ebben a korban már a normális időben is elég elviselni. Itt éppen az urológián voltam, hát alig tudtam végigélni a napot. Nem tudtak a műtétet megcsinálni rajtam, egy katétercserét, kiszenvedett az orvos is. Hát nehéz elviselni. Abban reménykedjünk, hogy a nyár nem lesz ilyen korságos meleg, mint amire a prognosztizálnak a meteorológusok. Sokakat megvisel a front, vannak ugyanakkor olyanok, akik meg sem érzik a változásokat. Nem egy jó dolog szerintem. Egyáltalán nem tetszik, hogy egyik nap még 29 fok van, a másik nap meg már csak 7. Ez nem igazán jó. Valami frontérzékenység, vagy valami nincs? Hála Istennek nincsen, de a fejem a szokott fájni, hogyha ilyen van. Úgy tűnik, az idei áprilisunk két véglet között vergődik. A korai nyár sem volt éppenséggel megszokott, a mostani hirtelen váltás pedig egyértelműen szokatlan. Eléggé rossz hirtelen, hogy eddig melegek voltak, most meg hirtelen ilyen idő lett. Hát mit tudjunk csinálni, el kell fogadni, ezzel nem tudunk csinálni semmit. Az ilyen extrém frontok természetesen megterhelik a szervezetet, az arra érzékenyek ilyenkor igazán szenvednek. Mindez dr. Franz Róbert is alátámasztja. Ez a nagymértékű változás, ami most történt az elmúlt napokban, közel 20 fokos csökkenés érzékenyé teszi a beteg, főleg a beteg embereket, elsősorban a krónikus betegségben szenvedőket, és ezek belül is inkább a krónikus keringési rendszer betegségei válhatnak ugye rosszabbá. Ugye a tünetek elsősorban a szédülés, a vérnyomás ingadozásban nyilvánulnak meg, és hát megszaporodik sajnálatos módon a mellkasi nyomófájdalom, az angináknak a száma, vagy a keringési betegségek szövődményeinek a száma, illetve általában instabillá válik a cukorbetegeknek a cukorszintje, meg nagyon sok egyéb tünet jelentkezhet ilyenkor. A hosszú távú előrejelzések egyöntetően azt mutatják, hogy a következő 1-2 hétben nem lesz nagy változás, marad az átlagosnál kicsit hidegebb idő. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete a Szekszárdi Wosinski-Mohr Múzeumban tartott sajtótájékoztatót, melynek célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az 54. vándorgyűlésük programjára, illetve bemutassák az ennek az eseménynek a tiszteletére vert két emlékérmet. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969 óta működő szervezet, mely minden évben az ország más-más településén tartja meg a hagyományaiknak megfelelően szerveződő vándorgyűlést. Az első vándorgyűlésünket 1970-ben tartottuk. A vándorgyűlés az Egyesület életének az az ünnepi pillanata, amikor az Egyesület által alapított kitüntetéseinket átadjuk. Az Egyesületünk nagy múlttal rendelkezik, 42 városban van csoportunk, mint már mondtam, 55 éve alakult. Azóta megalakítottuk a Széchenyi Ferenc jutalomérmet, ennek van 3 ezüst fokozata, plusz egy arany. Ezeket az éremütő egyesületi önkéntes munkáért adjuk át. Van egy bronzfokozat, mely rá van bízva, hogy a helyi csoportok vezetői tüntetessék ki a helyben dolgozó embereket. Ahhoz nem kell semmiféle központi határozat, míg ezeket az elnökség országos küldési határozatban adja át. Ezen kívül a vándorgyűlésen van az Ungeremír jutalomérem, melyet a tudományos munkáért, a szakírói munkásságért adunk át. Az Egyesület életében ez a rendezvény nagyon fontos szerepet tölt be. Megyei szervezetet 1984-ben, tehát 40 évvel ezelőtt alapítottuk néhányan. Az alapító elnökünk Vadász Tibor volt, ő
él és virul, hál' Istennek, 85 éves, de nem tudott eljönni most a mai megbeszélésre, illetve a mai bemutatóra. Az őt követő elnökünk Király József, aki 20 évvel később vette át az elnöki posztot. Ő se tudott sajnos jönni különböző okok miatt, úgyhogy én, mint társelnök, nem régóta vagyok társelnök képviselem az Egyesületet. Lenkei István azt is elmondta, hogy a Tolda vármegyei szervezetnek 29 tagja van, és minden hónap második szombatján tartják összejöveteleiket a Babits Mihály Kulturális Központban. Paksot azért választottuk ki, mert ország közepe, mondjuk így. Mindenhonnan nagyon könnyen elérhető, ha meg lesz a Kolocsai híd, akkor a túloldal is még inkább elérhető, és a kettő éremcserét tartottunk, őrzét tartottunk tavaly és tavaly előtt, és akkor a sikere volt, hogy kérték, hogy ismételjük meg. Tehát most olyan szerződésünk van az ESZI kuratóriumával, hogy a következő 3 évben is minden május 1-én Pakson lesz a bőrze. Most készült először egy új, modern technikával színes érem Magyarországon, melyet a sajtótájékoztatón mutattak be. Kepenyes Pál Kossuth Díjas magyar szobrászművész kiállítása nyílt meg Szekszárdon a Művészetek Házában. Kepenyes Pál az 1956-os eseményeket követően Mexikóba költözött feleségével Acapulcóban telepedtek le. Szobrászművészként világhírnévre tett szert. Kiérdemelte a mexikói becsületrendet, továbbá beválasztották a 200 legismertebb mexikói személy közé. Magyarországra 1992-ben tért vissza első alkalommal. A kiállítás május 25-ig tekinthető meg. A gondolkodását és a művészetét olyan hatások érték, ez talán a pozitívuma, ami egyébként Európában biztosan nem érte volna. Tehát aki járt már Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, járt a karibi térségben, az tudja, hogy az ünnepek, a szokások, a hagyományok, a vizuális környezet, a rituálék, a díszítő művészet, minden egészen más, mint amit mi itt megszoktunk Európában. És ennek a hatásról nyilvánvalóan az ember nem tudja kivonni magát, nem is akarja, miért is akarná. Nem sikerült a bravúra Majosi SE labdarúgó csapatának az NB3 délnyugati csoport 24. fordulóban, amikor a Kaposvár együttesét fogadták hazai pályán. A végeredmény már az első fél időben beállt, gyors egymás utánjában születtek a gólok, a 10. percben már 2-vel mentek a vendégek, ami a fél idő végéig 4-re bővült. Új eszközzel bővült a Paksi Benedek Elek óvoda 7 szín virág tagóvodájának udvara. A gyerekek egy új mászóka rendszert és csúszdát, valamint mókus kereket is használhatnak. A beruházás műszaki átadásán Paks polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a nevelési intézmények fejlesztésére. Éppen ezért a Dunakömlődi tagóvoda udvarára is került új játék. A két helyszínen összesen több mint 26 millió forintos beruházás zárult le. A Tolnai Művelődési Központ nagy kiállító terme megtelt alsós és felsőtagozatos diákokkal, ugyanis a napokban rendezték meg a 15. Tolnai Versmondó Fesztivált. Légy, ami lenne. Férj. József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat, versével kezdődött a fesztivál. Itt kellett egy pár hét, mire rendesen megtanultam az előadásmódot is, de amúgy jó volt, élveztem. A 6. osztályos Bence Bálint a tavalyi megmérettetésen első helyezést ért el. Idén a választása Petőfi Sándortól a Pató Pál úrra esett a papája miatt. Ugye arra utal, hogy Pató Pál úr milyen hanyag, hogy olyan igazi magyar, hogy ő mindenre, majd úgy később, ráérünk arra még, igazából ennyi. Juhász Magda álomhajóját is hallhattuk egy másodikos diáklány előadásában, azért ezt választotta, mert nagyon szereti a kalózokat. Egy éjjel kalózok támadtak rám, de persze kéznél volt a karitján. Ettől a sok zsivány úgy megijedt, elúsztak és szabad lett egy sziget. A nyugdíjas iskolaigazgató első alkalommal vett részt a zsűriben. A költészet napja alkalmából most már 15. alkalommal tartja meg a város, illetve a művelődési ház ezt a versmondó fesztivált.
ami egy nagyon-nagyon szép hagyomány, és nagy-nagy öröm tölti el, azt hiszem, a pedagógusokat és a háznak a dolgozóit is, hogy nagyon sok gyerek jelentkezik. Úgyhogy örömmel fogadtuk, és örömmel láttuk, hogy ilyen sokan jelentkeztek a mai alkalomra is. Az idei alkalommal volt a legnépesebb a jelentkezők száma. Tulajdonképpen a versválasztás az első szempont, hogy a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének, az egyéniségének megfelelő verset válaszol, és az eddig hallottak alapján azt kell mondjam, hogy tökéletes választás volt mindegyik. Tehát a zsűri minden egyes tagja erre a maximális 3 pontot adta, hiszen nagyon jól választottak a gyerekek. A 3-tagú zsűrinek komoly feladatot jelentett kiválasztani a legjobbakat. Kimagasló helytállásáért vette át rangos elismerését Sárosi Endre tűzoltó őrnagy, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság humán szolgálatának megbízott szolgálatvezetője. Dr. Horváth Kálmán főispán, a Tolna vármegyei védelmi bizottság elnöke, a biztonságért csendben és sikeresen dolgozóknak a vármegyeházán személyesen adta át a Tolna megye védelméért emlékérmet és oklevelet. Sárosi Endre tűzoltó őrnagy megbízott szolgálatvezetőként az elmúlt esztendőkben jelentős szerepet töltött be a COVID-19 koronavírus járvány kezelése, valamint az ukrán-orosz konfliktusból adódó humanitárius feladatok minden oldalú személyügyi biztosítása területén. Teljes bútorzatcserén esik át az Ávodi könyvtár. A beruházás hosszas előkészületi munkák előzték meg, végezetül a tavaly októberi Liebhauser Jánossal folytatott tárgyalás után az I.S. Gyula megyei könyvtár támogatásával valósulhat meg a felújítás. Mindezt megelőzi azonban az épület belső falainak festése, ezért a könyvtári és teleházi működés április 19 és május 28-a között a Váradi Antal civilház nagytermében lesz elérhető. Idén is meghirdették a Teszed személyszedési mozgalmat, melyre április 15-én zárult le a jelentkezés. Tolnából is több település önkormányzata jelentkezett az akcióra. Simontorján április 27-én 9 órai kezdettel indulnak útjukra, az önkormányzat zsákot és kesztyűt biztosít. Faddomboriban szintén 27-én 9 órától várják az önkénteseket, akiket aztán vendégül látnak egy ebédre a napköz otthonos konyha ebédlőjében. A szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat által szervezett Ördögcsúcs című illusztrációs pályázat kiállításának megnyitóján jártunk. A zsűrinek nem volt egyszerű feladata. A Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében 127 általános iskolás gyermek által készített pályaművet csodálhattunk meg. A szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat most már 4. alkalommal írt ki illusztrációs pályázatot gyerekeknek. Az önkormányzatunknak az a célja tulajdonképpen, hogy a gyerekeket, akik németül tanulnak, német nemzetiségi oktatásban részesülnek, egy kicsit a nyelvtanuláshoz is hozzásegítsük, és különösen fontos a hagyományápolás területén a népismeretnek a megismertetése. És ezért választottuk most már évről évre egy olyan magyarországi író költő művét, hogy ezzel is megismerhessék a környezetükben élő német nemzetiségi írókat, hogy őtőlük választunk szöveget, amit aztán az iskolába feldolgoznak, és a felkészítő nevelőknek nagyon hálásak vagyunk, hogy vállalják is ezt a feladatot. Az Ördögcsúcs című mandát szerző magyarországi német író Herger Ede fiát kérdeztük, milyen érzés ezen a rendezvényen részt venni. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy édesapánk könyvét kiválasztották ehhez a rajzpályázathoz. Ez mind a családunknak, mind nekem is nagy örömet jelent. Nagyon örülünk annak, hogy a gyerekek ilyen szép rajzokat készítettek, inspirálódtak a mese által, és tényleg látszik az, hogy nagyon sok szempontból megérintette őket. A kiállított képek különböző technikákkal készültek, melyeket a zsűri korosztályonként is külön értékelt. Egyszerűen felemelő részt venni ebben a munkában. Tegnap, amikor kollégáimmal feltettük ezeket a képeket, hátrébb léptünk, és azt mondtuk valamennyien szinte egyszerre, hogy ez gyönyörű. Valóban gyönyörű, és ezt a gyerekeknek köszönhetjük, akik időt,
fáradtságot nem kímélve megismernek idegen nyelven egy mesét, és utána kiválasztják belőle azt a részt, amit ők a leginkább élveztek, szerettek és meg szeretnének valósítani ábrázolással. Nagyon nehéz kiválasztani, hogy kik legyenek a díjazottak. A Szekszárdi Baka István Általános Iskola nemzetiségi osztályának végzős diákja elmondta nekünk, hogy a mai rendezvényen mi volt a feladata. Én a rajzpályázaton alapuló szövegnek leszek az elmondója. Én fogom elmondani azt a szöveget, ami alapján a diákoknak el kellett készíteniük a rajzokat. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a feladata az enyém lehet, mivel én nagyon szívesen vállalok bármikor, nagyon szívesen beszélek németül, és rengeteg versenyen is részt veszek, és szerintem nagyon jó, hogy most itt lehetek. A negyedik osztályos pályázó egy portrét készített a szerinte humoros és kedves monda alapján. Én csak ezt képzeltem el, hogy a rózsalány rajzoljam le, mert ugye ő az egyik szereplő, és gondoltam, hogy a legszebb. Minden alkotás egyetlen költemény alapján készült, és mégis mindegyikben egy-egy különböző világot fedezhetünk fel, amelyet az érdeklődők még május 4-éig tekinthetnek meg. Regionális híreink következnek. Kormányzati cél Baranya és a térség gazdasági fejlődése. Baranyában járt a miniszter. Bölcsőde. Nagy volt az igény Mesztegnyőn az intézményre. Mesterséges intelligencia szakmai nap. Konferencia és kiállítás a Matematikai és Informatikai Intézetben. A következő évek Baranyáról és a Dél-Dunántúlról szólnak majd, ez a kormányzati szándék, mondta pécsi sajtótájékoztatóján a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A gazdasági mutatók alapján látszik, hogy ez a térség bajban van. A kormányzat ezért kidolgoz egy olyan komplex gazdaságfejlesztési tervet, ami segíti, hogy az itt élők életszínvonala, gazdasági lehetőségei elérjék a hazai fejlettebb régiókét. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Pécsen tárgyalt kedden. Navracsics Tibor a kormányhivatalban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a januárban megkezdett országjárásán ma baranyai döntéshozókkal találkozott. A kormány egy nagytérségi komplex gazdaságfejlesztési programot dolgoz ki a Dél-Dunántúlra. Ezt segíti az M6-os megépítése a határig, illetve a Mohácsi-Dunahíd építése is. Amelyhez ottani kikötő megépítésével és korszerűsítésével egy logisztikai központot hoz létre itt a Duna déli részén, nyitva Szerbia és Horvátország felé, és abban bízva, hogy ezzel a térséget a Balkán kapujává, gazdasági fontos csomópontjává is teheti. Illetve a jövőre vonatkozóan ugyanígy terveink vannak arra, hogy a Pécs-Pogányi repülőtér is lehetőség szerint az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet tölthessen be a térség gazdaságában, illetve szintén előkészítés alatt vagyunk abban a tekintetben, hogy az úgynevezett Pannonia Ipari Park itt Pécs szomszédságában minél hamarabb létrejöhessen. Ebből is látszik, hogy most a Dél-Dunántúl fejlesztésének, gazdasági felzárkóztatásának ideje jött el, köztük Baranyái, mondja a miniszter. A kormány egyértelműen arra összpontosít, hogy a déli országrészek felzárkóztatása mellett Baranya is kapja meg azt a kezdő lökést, amely lehetővé teszi, hogy az északkeleti országrész már sikeresen felzárkózó régióihoz és városaihoz hasonlóan itt Baranyában és egyébként Somogyban és Tolnában is meginduljon az a felzárkózási folyamat, az a gazdasági növekedés, amely középtávon már meghozza az itt élők számára is az egyre emelkedő jólétet. Ennek lehetőségét erősíti a szomszédos Horvátország is. Ebben segítséget jelent Horvátország schengeni csatlakozása is. Abban bízunk, hogy azáltal, hogy szabadon átjárhatók lesznek a már meglévő határátkelő helyek is, és nevessük el annak a reményét, hogy esetleg a jövőben újabb határátkelő helyek jönnek létre, vagy csatlakozási pontok, hiszen itt most már talán ez a helyesebb kifejezés, az a több évtizedes álma is megvalósul Pécsnek, hogy ki tudja teljesíteni a gazdasági kisugárzását a tőle délre eső területekre is, és eszékkel együttműködésben itt a,
a baranyai, szlavóniai térség ismét egy gazdasági térséggé nőhet össze. A miniszter azt mondja, abban bízik, hogy a következő években a komplex gazdaságfejlesztési program segítségével a Dél-Dunántúl, benne Baranya is lépésről lépésre visszaszerzi korábbi térségi szerepét, gazdasági súlyát. 2x7 férőhelyes minibölcsődét avattak Mesztegnyőn. Az épületben 14 kisgyerek nappali felügyeletére van lehetőség. Az igényt az is mutatta, hogy jelenleg csak egy szabad hely van az intézményben. Somogyban az elmúlt évben összesen 11 új bölcsődét adtak át. Örömmel vették birtokba a kicsik a bölcsöde udvarát. Több mint 150 millió forint topos forrásból valósult meg az Iker épület, amelyben két egyforma csoportszoba várja a legkisebbeket. A megyével konzorciumban csináltuk meg, én így tartottam biztosnak ennek az elkészülését, és ahogy közben mentek az építkezés fázisait, látták a itt lakók, akkor jobban biztos benne. A végén pedig nagyon örültek. Hát például arra, hogy vagy nem is tudom, hogyan képletesen vagy plasztikusan, hogy fogalmazzam meg, tehát amikor a 2x7-es mini csoportból 13 főt mindjárt a legelső alkalommal, amikor lehetőség volt, lefoglaltak, és már csak egy hely van, ez az bizonyítja, hogy nagyon várták. Az elmúlt egy évben 11 új bölcsödét adtak át vármegye szerte, és az építések az idei évben is folytatódnak. Somogy vármegye 240 településében 78 bölcsödére van működési engedély, összesen 1441 férőhely van ebbe a 78 bölcsödébe. Ezeknek a megoszlása 34 nagy bölcsöde, 21 mini bölcsöde és 23 családi bölcsöde, úgyhogy itt várjuk majd a kisgyereket. Az, hogy közel a nagyobb városokhoz is épülnek bölcsödék, a vidék megtartó erejét növeli, fogalmazott Móring József Attila országgyűlési képviselő. Igazán a települési identitást úgy lehet megőrizni, hogyha helyben maradnak. Ezért nagyon fontos, hogy meghozzák a települések azt a döntést, hogy adott esetben, mint most Mesztegnyő, hogy bölcsődőt építenek. Ezt is el lehet rontani, de szerintem jó döntés született egészen attól kezdve. A tervek remekül sikerültek, hiszen egy szimmetrikus, mint a parlament, a két csoport tökéletesen egyforma, és az iskola és az óvoda közé létesült, ez jelképes is, meg praktikus is, úgyhogy szerintem csak gratulálni lehet a településnek. Ahhoz, hogy a jövőben is ilyen és ehhez hasonló közintézmények épülhessenek Somogyban, különösen fontos, hogy június 9-én az Európa Parlamenti választásokon kire szavazunk, fogalmazott Bíró Norbert. A háború és a béke között kell dönteni, tette hozzá a vármegyei közgyűlés elnöke. Már most látszik, hogy a Európa jelenlegi vezetése háborút pártolja. Már ebben a helyzetben sem kaptunk pénzt, most akkor el lehet képzelni, mi fog akkor történni, hogyha a NATO vagy a nyugati országok bevonulnak Ukrajnába, és közvetlen részesei lesznek a háborúnak, akkor ott vége szakad a fejlesztéseknek, és Magyarország így Somogy vármegye sem abban érdekelt, hogy háború legyen, hanem a békében, a fejlődésben, az építkezésben bízunk. A mesztegnyői minibölcsöde külön érdekessége még, hogy a már meglévő iskola és óvoda közé épült, ezzel is megkönnyítve a több gyerekes szülők dolgát. Mesterséges intelligencia szakmai napot rendezett a Pécsi Tudomány Egyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézete szerdán. Ennek részeként konferenciát és szakmai kiállítást is szerveztek a Természettudományi Karon. Az eseményen a mesterséges intelligencia oktatásával, kutatásával, fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozó akadémiai és felsőoktatási partnerek mellett az érdekelt szervezetek és vállalatok mutatták be tevékenységüket. Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézete próbál egy szintet meghagyni, egy olyan szintet, amikor is a képzésünket egyre inkább beágyazni olyan piaci, vállalati folyamatokban, trendekben, amelyek körülöttünk zajlanak, és ha már egyszer mi oktatjuk az informatikát, akkor illene, hogy ezeket a folyamatokat, tendenciákat lássuk, értsük és bevegyük az oktatásba.
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Trócsányi András, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kardékánya, a Mesterséges Intelligencia szakmai napot a természettudományi karon. A Matematikai és Informatikai Intézet már a harmadik tematikus napot rendezi meg. A mesterséges intelligencia napjainkban megkerülhetetlen és hatalmas lehetőségekkel rendelkezik. Ezért nem lehet elmenni mellette. Egyre jelentősebb a hazai oktatásban is. Többek között dr. Papp Margit, a Matematikai és Informatikai Intézet vezető a természettudományi karon zajló mesterséges intelligencia oktatásának jelenéről és jövőjéről beszélt. Mindenképp egy biztos, a Matematika-Informatikai Intézet elkötelezett, hogy kihasználja ezt az új lehetőséget. Oktatni szeretnénk a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tárgyakat, és szeretnénk használni a kutatás területén is. A szakmai nap célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia felhasználását, alkalmazását, fejlesztését és kutatását. Ezen döntően egyetemi oktatók és kutatók vesznek részt, és emellett céges partnerek is jelen vannak, akik használják, fejlesztik és alkalmazzák a tevékenységük során, mondta dr. Lendvai Tamás vállalatkapcsolati referens, a konferencia szervezője. További célokat is említett a referens. A hallgatóság elsősorban a PTN hallgatói, illetve a munkatársai és minden érdeklő számára egy bepillantást adjunk a mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatban, kutatására vonatkozóan, illetve azt, hogy miért lényeges, milyen előnyei vannak, milyen lehetőségei vannak, és erről tartnak előadást céges partnereink, illetve oktató és kutató munkatársaink. A PTE-TTK Matematikai Intézetben több mesterséges intelligenciával kapcsolatos tantárgyat oktatnak. A hallgatók felhasználás-fejlesztés programozói szinten is tanulnak. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Hidegfront. Megterhelő a nagymértékű hőmérséklet ingadozás. Sajtótájékoztató. Magyar Érendgyűjtők Egyesülete Szekszárdon. 15. Tolnai Versmondó Fesztivál. Nehéz dolga volt a zsűrinek. Ördögcsúcs. Illusztrációs pályázat német nyelven. Csütörtökön tovább csökken a felhőzet, akár még napsütésre is számítani lehet. A szakadozott, változó felhőzetből csak elvétve alakulhat ki futó zápor, jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt erősségű, olykor élénkebb szél fúj majd. Éjszaka mérsékelten felhős égbolt mellett kifejezetten hideg időre készülhetünk. A fagyzugokban néhány fokos fagyra is számítani lehet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!